Lenti Terézváros testvérvárosa. Két héttel ezelőtt láthattak egy összeállítást, amelyet egy ünnepség kapcsán készítettünk a város városá nyilvánításának ünnepségéről. Most megint Lentivel fogunk foglalkozni. Kaptunk egy összeállítást egy olyan eseményről, amelyet azt hiszem érdemes megmutatnunk nem csak a terézvárosiaknak, hanem országosan is. Gyógyfürdő fejlesztés és szálláshelyi bővítés Lentiben című projekt kapcsán alapkőletételre került sor. Egy 4 csillagos szállodával és egy fürdővel fog bővülni a város. Hatalmas esemény egy kisváros életében ez, azt hiszem érdemes róla beszélni egy pár mondatot. Az ünnepségen, illetve az alapkületételen jelen volt Cseprenki Nándor, a miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációja felelős helyettes államtitkára, és jelen volt a kivitelező is, Szabó Lajos személyében, aki a Kaloterm építészeti és épületgépészeti ZRT elnöke. Láthatnak most tehát az alapkületételről egy összeállítást. A remek műben van valamilyen tündéri elem is, mely csodálatos fényen átsugárzik az egészen, oly gyöngéden és megejtően, mint ahogyan az északi fény világít a nyári éjszakában. Valószerűtlenül, s mégis fényszerűen, mert látni és olvasni lehet benne. Tisztelt hölgyeim és uraim, azok, akik figyelemmel kísérik a városban a történéseket, amelyek a turizmushoz kapcsolhatók, bizonyára emlékeznek arra, hogy többször tett az önkormányzat és a város lépéseket annak érdekében, hogy minőségi kereskedelmi szálláshely létesüljön. A mai alapkőletétellel tehát ünnepélyesen indulhat a város történetének, mondhatjuk úgy is, hogy legnagyobb önkormányzati vagy legnagyobb beruházása, melynek megvalósulásával Lenti egy kategóriával följebb kerül a fürdővárosok rangsorában. A fürdő melletti önkormányzat és gyógyfürdő tulajdonában lévő területeken, tehát önöktől mondhatnám úgy is, hogy jobbra, ez a terület még erősen tagolt és részben építményekkel is fedett, itt valósul meg egy 4 csillagos 94 szobás szálláshely, amely mögöttem a képen is található, térségben egyedülálló színvonalú szolgáltatások nyújtására alkalmas, rendezvény, konferencia helyszín kialakításával, fedett egészében használható élménymedencetérrel bővül majd a gyógyfürdő, amely tőlünk balra található, két élménymedencével, integrált gyerekmedencével, külső csúszdatoronyból indítható óriás csúszda létesítésével, és úgy gondoljuk, hogy ez a komplex turisztikai termék egy olyan lehetőség lesz, ami önmagában is vonzerőt jelenthet a desztinációba érkező turisták számára. Az, hogy a kormány a vidék fejlesztését igazán komolyan veszi, annak ékes bizonyítéka az a 3 milliárd forintos beruházás, ami itt a mai napon lényegében megkezdődik. Ez azt bizonyítja, hogy ahogy Lenti városa, úgy a vidék fejlesztése sincs lent a kormányzat fejlesztés politikai koncepciójában, hanem az elmúlt 24 év politikájához képest, az elmúlt 24 év sokszor álságos politikájához képest a jelenlegi kormányzat valóban hisz abban, hogy sikeres Magyarország a 21. században csak akkor képzelhető el, hogyha sikeres vidékről és sikeres fővárosról egyszerre beszélhetünk. Ennek a politikának egy nagyon fontos döntése volt az, amit 2012-ben hoztunk. Amikor azt mondta a kormányzat, hogy a vidék Magyarországáról nem lehet a vidék nélkül dönteni. 2012-ben arra kértük a megyei önkormányzatokat és az önök által megválasztott települési képviselőtestületeket, hogy rajzoljanak fel egy olyan fejlesztési koncepciót, egy olyan fejlesztési ívet, ami az országos kihívásokra, de a helyi adottságokat és a helyi lehetőségeket figyelembe véve válaszol. Azért, mert Magyarország sikere a települések egyenként mérhető sikerétől is függ. 2012 és 2013 fordulóján mind a 19 megyei önkormányzat elkészítette ezt a fejlesztési koncepciót, amelyet követően a kormánynak nem volt más dolga, mint dönteni arról, hogy mekkora forrást rendel ezeknek a fejlesztési terveknek a megvalósításához. Talán 150 éve nem volt akkora fejlesztési lehetőség Magyarország előtt, mint ami most bontakozik ki, hiszen az Európai Unió és Magyarország kormányának megállapodása értelmében 2020-ig mintegy 12 ezer milliárd forint fejlesztési forrás lesz lehetőségünk felhasználni. Ebben a programban csak az alamegyei településekre rezervált, tehát elkülönített forrásként mintegy 24 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, ami azt gondolom, hogy a turisztikai szegmens számára is kiugrási lehetőségeket biztosíthat itt, ahol ez a beruházás megvalósul. A magyar turisztikai ágazat több szempontból is a fontos a kormányzat számára, azonban számunkra ennél sokkal jelentősebb, hanem elsőrendű szempont az,
hogy hány ember dolgozik ma a turisztikai ágazatban. Mintegy 200 ezer családnak a megélhetését biztosítja ez a szegmens, amiről azt gondoljuk, hogy a következő időszak fejlesztéseinek köszönhetően rendszeresen megvalósuló beruházásoknak köszönhetően tovább tudjuk emelni ezt a létszámot. Ezáltal pedig nem csak az ország bevételeit rögzítjük, illetve emeljük ezen a területen, biztosítjuk azt, hogy a régiónak turisztikai szempontból egy meghatározó desztinációja legyen Magyarország, illetve az országnak ez a régiója, hanem arra is lehetőséget biztosítunk, hogy számtalan család megélhetését hosszú távon garantálni lehessen. Ahhoz, hogy egy sikeres fejlesztéspolitikát lehessen megvalósítani, alapvetően három szereplőre van szükség. A helyi gazdasági élet képviselőire, az őket támogató önkormányzatok vezetésére, és az államra, akik ebben forrásokat és további pénzügyi lehetőséget garantálnak. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás példája ennek a sikeres hármas együttműködésnek, ezért a kormány képviseletében én elsősorban köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik megálmodták ezt a projektet, akiknek volt energiájuk, lehetőségük és hitük abban, hogy a sokszor bürokratikus és túlzottan nehézkes fejlesztési procedúrán átessenek annak érdekében, hogy településeket fejleszteni tudják. És azt tudom csak ígérni a kormány nevében, hogy ebben a programban is, illetve a program folytatásában is az önök szövetségese leszünk. Gratulálok a polgármester úr legújabb sikerükhöz. Köszönöm szépen. Államtitkár úr, minek köszönhető, hogy a kormány ilyen jelentősen támogatja ezt a beruházást? Annak az elkötelezettségnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország sikere az nagyon nagy mértékben függ a vidék sikerétől, és nem elég ezt a szavak szintjén megfogalmazni, hanem tenni is kell érte. Egy 3 milliárdos beruházás pedig azt gondolom, hogy egy nagyon komoly bizonyítéka ennek az elkötelezettségnek, illetve az, hogy a város önkormányzata egy olyan fejlesztési koncepciót tett le a kormány asztalára, ami bizonyítja azt, hogy egy egyszeri állami támogatást követően ez a projekt megáll a saját lábán, tehát megteremti azt a növekedési lehetőséget, ami további bevételeket eredményez az önkormányzat számára, ami egyre inkább érénkíti a helyi gazdaságot, ami végeredményben pedig azt gondolom, hogy munkahelyteremtési szempontból és helyi gazdaságfejlesztési szempontból is fontos. Nem tudom, ránéztek-e a látványtervre, és ha ránéztek, mi jut eszükbe először. Én nekem Hawaii jut eszembe, úgyhogy ha ez megvalósul, akkor a település táblát majd le kell cserélni Zalai Hawaii-ra, mert ez egy más világ, ami itt fog következni lentiben. Én és önök szerintem el sem tudjuk képzelni, hogy mi fog ezek után következni, mihelyt megvalósult ez a mű. Mikor dr. Pál Attila ezelőtt évekkel ezelőtt behívott a szobájába is, elmondta nekem, hogy mit terveznek, egy olyan 2 óra után elkezdtem szédülni, hogy mi fog itt következni. És megmondom őszintén, elmondhatom most már valamelyik közgyűlés elnökének, hogy 2 kedvvel fogadtam. Mondom, ezt megcsinálni itt lentiben, egy 8000 lakosú városban, majdnem a hihetetlen kategóriába esett. Én gratulálok mindenkinek, aki részt vett ebben, és hogy idáig eljutottunk. Én azt gondolom, lentiben eddig is nagyon sok lépést tettek, de most egy akkora lépést tettek, amely után azt gondolom más világ jön Zala megyében. Én büszke vagyok Lenti városára, az itt dolgozó polgármesterre, képviselőkre, mindenkire, aki hitt abban, hogy egy ilyen nagy programot meg lehet valósítani, el lehet indítani. Sok sikert kívánok ezhez! Mit jelent Lenti számára a megvalósuló beruházás? Azt kell mondanom, hogy eddig a megye 4. legnagyobb városa felkerül a turizmus olyan térképére, ahol Hévíz és Zalakaros szerepel Zala megyében. Lentiben fontos volt ez a beruházás, és nem presztízs beruházásról beszélünk. Azt tudjuk, hogy a fürdő óriási fejlesztésen esett keresztül, most is több 1000 négyzetméter fedett résszel fog bővülni, és természetesen ezt működtetni kell. Ha szárásférőhely nincs kapacitás, akkor nem nyereséges ez az üzemág. A hotel tehát nem egy presztízs beruházás, még egyszer hangsúlyozom, hanem szükség. Viszont, hogy ennek a létjogosultsága itt Lentiben megvan-e, komoly elemző munkákat végeztünk, szakemberek átnézték, és azt kell mondani, hogy igen. A vendégszám nem csökkent, az ide látogatók száma még a válság alatt sem csökkent, természetesen minimálisan mondhatjuk, de olyan nagy mértékben nem, mint a környező fürdőknél. És hát, ha a jövőt nézzük, minden adottsága megvan a településnek ahhoz, hogy az ide látogató és az itt pihenni szándékozó vendégeket kielégítse. Egy szálloda nem csak a wellness szolgáltatásával tud újdonságot kínálni, hanem a fakultatív programjaival. Azok a határok, amik korábban elzárták Lentit és környékét, azok megnyíltak. Ma már Zágráb-Ljubljana autópályával
autópályával megközelíthető. Néhány óra alatt Bécsben vagyunk, akár Grazban, és azt gondolom, hogy Olaszország sincs messze. Tehát egy olyan találkozó pont lenti, ahol ha minőségi szálláshelyet tudunk biztosítani, akkor konferenciák, legyen a szakmai konferencia, politika területéről, az orvostudomány területéről, de akár azt gondolom, hogy minden más területről nemzetközi konferenciákat tudunk tartani. Ez a város számára egy nagyon komoly kiugrási lehetőség. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy munkahelyet is teremtünk. 50 fő, aki közvetlenül a hotelban tud dolgozni, és hát a beszállítókról sem szabad megfelelkezni, akik közvetett munkahelyet fognak teremteni. A fakultatív programok, amiket pedig egy ilyen szállodát tud kínálni, ahhoz adottsága rendkívül jók. Nézzük meg, itt van az Erdei Kisvasút, Magyarország egyik leghosszabb kisvasútja, horgásztavak. Ha 5 kilométeres körzetben gondolkodunk, 2-3 is itt van. Aztán a vadgazdálkodás, a vadászat, hát az egyik legszebb és legerdősültebb megyében élünk. Sorolhatnám a parasztgazdálkodást, a Muravidék szomszédság, a várakat, ami Horvátországban van. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy egy jól működő, vendégeket vonzó és egy egyedülálló szállodává válhasson. És a város számára pedig óriási bevételforrás, amivel tudjuk majd finanszírozni a jövőben a további olyan fejlesztéseinket, amelyek a városban élők számára még minőségibb életet biztosít. Hogyan sikerült ilyen jelentős kormányzati támogatást megszerezni? Kellett hozzá óriási kitartás. Nehéz volt elkezdeni, mert pont abban az időszakban néhány évvel ezelőtt, amikor szállodáról beszéltünk, akkor bankok tulajdonában megkerült az ország nagy részében a rosszul működő szállodák egy része. Furcsán néztek rám, amikor egyszer-kétszer ezt megemlítettem, de valóban azok a szakmai tanulmányok, az alapos munka, amely feltérképezte, hogy mi az a vonzerő lenti és környékén, azok bizonyították, hogy érdemes elkezdeni. És hát köszönet valóban a kormányzatnak, aki támogatta ezt a beruházást, és itt is, ahogy Csepregi Nándor helyettes államtitkár megfogalmazta, és a jövőben is a kormány mögöttünk lesz. Tehát van egy olyan köldökzsinór, ami biztosít bennünket arra, hogyha szükség van rá, akkor a további fejlesztésekben is partner ebben a kormány. Mekkora feladat elé állítja a kivitelezőt a megvalósítandó beruházás? Hát tőlem szokták kérdezni, hogy minek örülök jobban, amikor elkezdődik egy építkezés, egy beruházás, vagy amikor befejeződik. Mind a kettő nehéz. Hát kollégáim már nem vannak egy hete körülbelül, mérik fel a munkaterületet, és hát itt ilyen látványos munkát szerintem egy pár hét múlva lehet majd látni, amikor már munkagépek lesznek itt, és elkezdik a mélyépítési, illetve a feltárási munkákat elsősorban. Mivel fognak kezdeni, a szállodával vagy a strandbővítéssel? Egyszerre. Tehát ez tulajdonképpen két projektnek fogható fel, és miután a határidő az azért hát elég szoros, mondjuk így, szinte két munkaterület lesz, ami egymással kommunikál, de térben az elkülönül egymástól. Mekkora erőket fognak mozgósítani? Lesz olyan helyzet, amikor itt két vagy akár három toronydarú is lesz. Tehát hol a gépek lesznek többen, hol a munkások, emberek, vagy mind a kettő. Mennyi idő áll rendelkezésre? 300 nap, tehát ez nagyon szűk határidő. Az lehet, hogy le kell zárni ezt a projektet, ha jól tudom, december 31-ig, tehát a 300 nap előbb van, miután európai pénzek is vannak ebbe a projektbe, és ez a 7 év, az december 31-en jár le, ugye az európai pénzeknek az első ciklusa. Lenti legjelentősebb beruházása vette kezdetét. Hogyan érzékeltethetők ennek a méretei? Hát alapvetően én is úgy gondolom, hogy Lenti városának ez a legjelentősebb beruházása. Sok tekintetben úgy azért gondolom, hogy legjelentősebb, mert az értéke sem kicsi. Lehettek, vagy itt korábban akár nagyobb értékű beruházások is Lentiben, de maga a jelentőségét tekintve azt gondolom, hogy ez egy olyan jellegű létesítmény lesz, amit most meg fogunk valósítani, amire Lentiben már a 80-as évek közepe óta próbálkoztak, tehát igazából egy 30 éve már szerettek volna egy szállodát megvalósítani. 30 éve mondhatnám, hogy várunk erre a pillanatra, hogy ez megvalósuljon, és alapvetően azt gondolom, hogy emiatt is nagy a jelentősége, illetve amiatt is, hogy azért egy szálloda az akár több száz évig is állni szokott, hiszen azért szállodákat nem nagyon szoktak ugye elbontani, ugye felújítgatják, és az nagyon sokáig működőképes tud maradni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan létesítmény lehet, vagy lesz is, ami akár több száz év múlva is állni fog, és tulajdonképpen Lentinek egy jelképe lesz, hiszen egy 8000 lakosú városban, ahogy azt az országgyűlés képviselő is mondta,
azért ez egy nagyon-nagyon jelentős dolog, tehát egy nagyon nagy mérföldkőnek tartom Lenti életében ezt, és azt mondom, hogy a 100 éves történetében is egy olyan lépésnek tartom, amire az emberek azt gondolom, hogy emlékezni fognak. A gazdasági jelentősége pedig az, hogy bár a szálloda az olyan 50-60 ember körül fog foglalkoztatni, annyival több, annyi munkatárs fog a szállodában dolgozni, de ezen túlmenően, hogyha gyakorlatilag a beszállítói kört nézzük, illetve azok, akik a szállodai szolgáltatásokra tudnak külső cégként kapcsolódni, én azt gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez 100 munkahelyet biztosan teremteni fog, és ugye, hogyha emiatt aztán több turista vendég érkezik Lentébe és a fürdőre, akkor nyilvánvalóan az további beruházások, fejlesztések elindítását indukálhatja, akár épülhet másik szálloda is, hiszen ugye nagyon sok példa van arra Magyarországon, vagy akár Zala megyében is, ahol már épült egy szálloda, ott fog épülni, aztán előbb-utóbb majd a második is, a harmadik is, lehet, hogy nem 2 év múlva, hanem 5 év múlva, vagy 10 év múlva, de biztos, hogy fog, és ezzel Lentit el tudja indítani egy felívelő pályán, mert azt gondolom, hogy erre azért nagy szükségünk van magának a városnak is, a fürdőnek is, és az idegenforgalomnak is, hogy egy magasabb szintre lépjünk, és azt gondolom, hogy ezzel a projekttel ezt meg tudjuk valósítani.